ez már hatodik. De még túrógon bozba is sok. Hatodik, egyben utolsó paraolimpiájára készül Vereckei Zsolt. A bajai Spartacus háromszoros olimpiai bajnoka csütörtökön lesz Baján, ugyanis korábban erre nem volt lehetősége. Hát amikor bezárt a bajai uszoda, a szokásos évi karbantartás felújítás miatt Bártaszékre jártunk át edzeni 2,5 hetet, utána szerencsére volt egy most ott egy edzőtáborunk, ami Hódmezővásárhelyen volt, ez 2 hetes edzőtábor, nagyon intenzív, nagyon erős volt, és nagyon-nagyon elfáradtam. Nagyon jól sikerült az edzőtábor, sokat tudtunk dolgozni jó körülmények között, úgyhogy elég jó úton vagyunk. Hát most van még 11 nap az indulásig, és hát ott már mindjárt a második versenynapon Zsolt úszni fog 50 gyorson. Ez egy főpróba lesz az 50 háthoz, ami egy hét múlva lesz, szeptember 6-án, és hát ugye erre készülünk gőzerővel, a csúcsformáját is ide próbálom időzíteni, úgyhogy az első szám az úgymond egy bemelegítő szám lesz, természetesen hát próbálkozunk jó eredményt elérni, mert miután hátom fogja úszni azt a számot is, így kevés az esély a döntőbe jutásra, de hát bármi megtörténhet. Az 50 hát előtt ugye lesz egy főpróbád, az 50 gyorson is most elindulsz, de igazából elmondásotok szerint csak azért, hogy megszokjad ott a környezetet, illetve legyen egy kis rutinod, de ez kinek az ötlete volt? Hát ez közös ötlet volt a Feri, a Kass Ferenc, meg én találtuk ki, hogy ez jó lenne, hogy tényleg, hogy élesbe, versenymedencébe azért, hogy mit tudok én akkor éppen úszni, és akkor erre még azért lehet ott azért minden nap még ott edzünk, és akkor erre még azért egy kicsit rá lehet dolgozni. Mi van, hogyha annyira bejön, hogy megnyered az 50 gyorsot? Hát, azon meglepődnénk mi is nagyon, de hát ennek olyan kicsi az esélye, hogy ezzel ne is foglalkozzunk. 50 gyorson tehát csak a tapasztalatszerzés a cél, 50 háton viszont Zsolt sorozatban 6-szor is fel akar férni a dobogóra. Éremmel szeretnék hazajönni. Hogy ez most éppen milyen lesz, az majd ott kiderül. Hát a világranglistából tudok kiindulni, ott most az olimpia előtt a második helyen volt, tehát mindenképpen dobogóra várjam Zsoltot, és hát arra is készülünk, hogy érmet fogunk hozni. Hogy milyen színűt, hát ez majd ott el fog dőlni, ugye az olimpián tapasztaltakból látva bármi megtörténhet, bármelyik számba. Bizakodóak vagyunk, jó formában van, illetve hát még nincs a legjobb formájában, de a 4 évvel ezelőtti eredményeit, ha nézem, illetve a mondjuk a 2 évvel ezelőtti világbajnokságra való felkészülést, ahhoz képest nagyon jó, és hát 40 másodpercen belül időt várok tőle mindenképp, hogy ez most 39 vagy 38, ez majd el fog dőlni. Vereckei Zsolt eddigi 5 olimpiája közül Barcelonában, Atlantában és Sydneyben győzni tudott 50 háton, míg Athénből és Pekingből bronzéremmel térhetett haza. Az utóbbi medállal Londonban is kiegyezne. Van még egy 3 napos kecskeméti edzőtábor, ahol 50 méteres medencébe tudunk még edzeni, mert vannak olyan feladatok, amiket nem nagyon tudok ugye a 25-ösbe megoldani, miután ő 50 métert úszik, és ugye ez egy hossz a számára, azt itthon nem tudjuk gyakorolni a 25-ösbe, tehát vannak olyan feladatok, amiket ott tudnánk megoldani, majd kiderül, hogy ez összejön-e, illetve hát le van szervezve, és utána még 1-2 napot itthon már gyakorlatilag a csomagolással és az utazásra való készüléssel töltünk, és 26-án vasárnap fogunk indulni, 29-én megnyitó, és mint mondtam, 30-án már vízbe is ugrik Zsolt. Szóval a nagy felkészülésben hova tűnt a borotvád? A borotvám az nagyon jó helyen van. Viccesen mondanám, a hűtőszekrényen maradt, amit eladtunk, de hát ez kabala szakál, úgyhogy a versenyig már nem fogok borotválkozni, úgyhogy nézzék el nekem, hogy ilyen vadember külsőm van, de hát ez olimpia előtt most már hagyománnyá vált, illetve a nagy világversenyek előtt, úgyhogy 29-én megígérem, hogy ismét szép fiú leszek.